Benne járunk az adventi időszakban, mindenhol kigyulladtak a karácsonyi fények, és javában folyik a készülődés az ünnepekre. Ez az időszak azonban még nem a pihenésről szól, az év utolsó néhány hete is számos rendezvényt tartogatott. A tartalomból röviden. Időközi választásokat tartottak Solymáron. Elkészült a szakorvosi rendelő energetikai felújítása. Adventi vásár volt a Ligeti Jovi udvarán. A Mikulás járt a Szent Iváni Generációk házában, és a solymári Pemüben is. Összefoglaló a Pilisvörösvári képviselőtestület novemberi üléseiről. Természetesen lesznek hírek, és néhány programra is invitáljuk Önöket. Tartsanak velünk ezen a héten is! Érkeztek a fényképek, szórakoztam velük, ugye egy szezonon kívül voltam, megtehettem. És egyre jobban beleéltem magam ebbe a munkába. Jött egy fénykép, ilyen nagy kalapú, kipödört, pipás bácsi, ez ki lehet? Kikerestem. És akkor elkezdtem, milyen élete lehet, hol dolgozhatott, járt-e a fronton, stb. Elkezdtem neki sorsokat fabrikálni. Vagy jött egy másik fénykép, egy gyönyörű nő, az olyan jól nézett ki, azt háromszor is rátettem. Úgyhogy alakult a dolog szépen, már csak azért is, mert ahányszor hazamentem. 2018-ban a legfontosabb fejlesztési céljaink, hogy végre befejezzük tűzoltószertárunkat. Ez a tűzoltószertár egy olyan épület lesz, ami hát párját ritkítja még a megyébe is. Nem hiszem, hogy valahol is van önkéntes tűzoltóságnak ilyen laktanyája. Ez egy háromállásos, rendkívül modern technikával felszerelt tűzoltószertár lesz. Szeretnénk mindenképpen óvodát építeni. Itt a hátam mögött található napsugáróvoda már rendkívül elavult. Beázik a teteje, szűkek a csoportszobák. A parkolás lehetetlen gyakorlatilag az épület előtt. Az épület belül nagyon szép, a szakmai munka kiváló, azonban az óvodának se rendes udvara nincs, arról nem is beszélve, hogy a belső struktúrája. Következik a 146-os számú előterjesztés, ez évi költségvetési rendeletünk 7-es és 8-as számú módosítása, ez tehát két rendeletmódosítás, külön-külön kell szavaznunk róla, ugye? Igen, köszönöm szépen, megadom a szót a pénzügyi bizottság elnökén. Köszönöm szépen. Költségvetési rendelet 7-es számú módosítása. Bevételeink növekedtek 2.019.000 forinttal, ez a bölcsődei pótlék, kulturális illetménypótlék, szociális ágazati pótlék bérkompenzáció összegével. Beruházásra költöttünk 3,6 milliót, kerekített összeget.